Gémes Antos 5 évig játszott a Kolibri Színházban. Legkedvesebb élménye is ehhez a színházhoz kapcsolódik, amikor a Farkas Szent Virályban Momotárót, Japán legnagyobb palasz fiúját játszotta. Így szerette meg a bábozást, ezért végezte a Színművészeti Egyetemet bábszínész szakon. És aztán így kellett, hogy én is éreztem magam, meg akkor már elkezdtem dolgozni, és akkor tulajdonképpen kaptam ott a Kolibri Színházban kisebb szerepeket, és akkor azt hiszem, hogy voltam 6-szor, és aztán feladtam ezt, tehát hogy nem lettem úr is ez. És akkor ott a Kolibri Színházban elkezdtem dolgozni. Az első feladatom a Kolibri Színházhoz a Jókai téren van a gyerekszínház, van a felnőtt színházi előadások is, nem szeretem azt a helyet. Majd napig néha meglátogatom őket, nagyon jó emberek vannak ott, és kicsit olyan családom is lett, mert 5 évet aztán voltam ott. De az első feladatom az a gyerekszínházi fesztiválon volt, ahol én egy háromfejű kolibri madár voltam, óriás báb, és így rámadták a háromfejű kolibri madarat, ami iszonyatosan meleg volt nyáron, és az volt a rossz, hogy mivel lecsüngő feje volt a madárnak, ezért három irányból lehetett rángatni a gyerekeknek. És akkor én nem tudtam, mert mondták, hogy akkor azt nekem sok szeretettel, és én meg így azért örültem, mert ott volt egy kenguru, ami nagyon melegedett, mert az ilyen begújós volt, meg volt egy másik kolibri madár is, az viszont kétszer akkora volt, tehát én mondjuk örültem ennek először, aztán rájöttem, hogy miért ezt adták nekem, és akkor mondjuk az első nap végén már eszembe jutott, hogy azt lehet mondani a gyerekeknek, hogy csoki van a kenguru zsebében, és akkor ők átmennek a kengurúhoz. És akkor tulajdonképpen kibekkeltem ezt a három napot, de hát aztán nagyon szép, szóval nagyon szép élményeim voltak ott, így én azt hiszem, hogy így színházban életemben nem rögtem annyit, mint ott ugye ez bábszínház is, és amikor paraván mögött játszik az ember, akkor hát ez csodálatos, tehát hogy hófehért és héttörpét játszunk, és kimarad a kuka, és tulajdonképpen a mikroportja viszont be van adva, és én ugye feltolom az ő bábját is, viszont bejön az ételbe az, hogy 5000 a praktikerbe a szék is veszek. Az zseniális, és számolatlan ilyen volt. A egyik legkedvesebb élményem volt, azt hiszem, Farkas Szempilláját játszottuk. Én voltam Momotáró, Japán legnagyobb barack fiúja. Rendkívül érdekes japán mese. Én egyébként 3 évig játszottam ott azt a szerepet, és nem értem. Tehát a mesét megértem. Erős a japán mesekultúra, és ez az egyik gyöngyszemély, úgy érzem. És az volt a lényeg, hogy Momotáró japán legnagyobb barack fiúja története ez. Momotáró szülei gyermekáldás nélkül öregedtek meg, és azt kívánják az istenektől, hogy legyen gyermekük. És a patak, aminek a partján éltek, oda görgetett egy nagy barackot, amiből kikelt Momotáró japán legnagyobb barack fiúja, és én voltam az. És úgy kezdődött az előadás, hogy egy fekete színházi technikával, amit úgy képzeljenek el, hogy egyik legkedvesebb vágszínházi technikám egyébként borzasztóan jó nézni, egy fénysávokat csinálnak a színpadon, leszűkítenek reflektorokat egymással szemben, és az olyan hatás kelt, és egyébként meg tök sötét van, és a játszók is teljesen feketében vannak, tehát csukjában, kesztyűben, feketeben, minden fekete, és ezért olyan, mintha lebegne az a tárgy a levegőben. És teljes illúzió. Tehát tulajdonképpen lebukthatatlan a dolog. Csak én valahogy nekem sikerült ezt az egyik előadásban, mert magam előtt görgettem be a világ legnagyobb barackát, és valahogy rosszul tartottam, én voltam az ügyetlen, és valahogy belátszottam. De csak az első sor legszélére, és valami béletes előadás volt, és egy ilyen 100 kilós, 10 éves kisfiú fölszólt nekem ebben a pillanatban, hogy köcsög ninja, látlak!
de én ezt értem, mert hogy csukja volt, fekete kesztyű volt. Tehát értem, hogy asszociált, csak én ezzel annyira elkezdtem röhögni, hogy integettem az ügyelőnek, hogy húzza be a függönyt, és hogy itt vége van az előadásnak. Be is húzta, és akkor kértem egyszer a fületet, és akkor elkezdtük még egyszer az előadást. Ja, mert egy nagyon hosszú monológgal kezdődött az előadás, és azt nem akartam fuldokló röhögésre elmondani. Ez voltam. Hát egyébként itt kerültél kapcsolatban a bárbozásra, és a színművészeti bárbi és színészakon. Igen. Egyenes út vezet, vagy tudtad azt, hogy mindenféleképpen nem csak színész, vagy bárszínész is szeretni, vagy ez egyébként egy teljesen külön szakként kezelendő? Nem. Itt szerettem meg a bárbozást, aztán ott a főiskola előtt én még egy csomó mindent. Éveken át bohóc doktorként is tevékenykedett, Dr. Monokli szerepében bohóckodva gyógyított. A nevetés a legjobb gyógyszer, hatására a kis betegek gyorsabban gyógyulnak. Csináltam, bohóc doktorkodtam, amit én nagyon szerettem, és nagyon az egyik legfontosabb dolognak tartom. Tulajdonképpen az arról szól, hogy színészek, nem bohócok, mert Magyarországon nagyon sok bohóc nincsen, színházi bohóc, hanem színészek bohóc technikát tanulnak, ami tulajdonképpen nagyon hasonlít a színész technikához, csak valahogy sűrű. Egyébként ez rengeteget segített aztán később a munkáimban. Valahogy sokkal pregnánsabban kell fogalmazni, sokkal tudatosabb a színész. És arról szól, hogy színészek bohóc technikát alkalmazva, egy piros orrot felöltve elment a kórházba, és tulajdonképpen ágyról ágyra végigjárják, vagy ahol beteg gyerekeket, hogy ahol fel tudnak kelni a gyerekek, ott egybe terelik őket, és akkor vagy ott felkelhetnek, és akkor ott egy nagyobb bulit lehet csinálni. És tulajdonképpen tehát ilyen heti egy-két alkalommal voltunk az alapítványnál sokan, tehát ez elosztott, tehát hogy egy ember ilyen hetet a kétszer járt. Nagyon fontos és nagyon jó dolognak tartom. Nagyon sokat, és én hiszek benne, és biztos vagyok benne, hogy és szerintem ez nem, tehát ezzel most a spanyol riaszt mondom el, hogy a fizikai lét az csak az egyik fele, és főleg egy gyereknél, aki akármilyen beteg a lelk, az teljesen egészséges, a felnőtteknél azért sokkal erősebb a betegségtudat. A gyerekeknél nem, és hogyha egy picit jobb kedvük van, akkor az immunrendszerük is erősödik, és ez egy bizonyított dolog, hogy akkor egyébként meg fizikailag is javul. Óriási szeretetet és hogy akkora erőt tudsz te átadni nyilván nekik ezzel, hogy te ott most egy kicsit mosolyt csalsz az arcára, nem is azt gondolom, hogy iszonyatosan nagy dolgot tud ő is adni neked azáltal, hogy lehet, hogy előtte úgy nem nagyon felkelni, de egyszerűen az ad neki egy akkora pluszt és egy akkora a töltést. És ma már egyébként ez még létezik, vagy vannak ilyen bohócok? Persze létezik, ez a Piros Orr alapítvány, ez egy nemzetközi alapítvány. Ővel itt tartom a kapcsolatot, már nem dolgozom, nem tudnám jó szívvel csinálni. Tehát ez is egy olyan fajta felkészülést igényel, és főleg lelki felkészültséget igényel, ez egy nagyon nehéz dolog. Folyamatosan kell az embernek saját magával foglalkozni abból a szempontból, hogy nagyon-nagyon nehéz bemenni hétről hétre egy gyerekhez, és aztán a következő héten már nincs. Nem csak az elvesztést, hanem azokat a borzalmas dolgokat, amiket az ember lát. Ez folyamatosan az embernek karban kell tartani a lelkét ahhoz, hogy ezt ebben tudjon segíteni, és ne ő érezze magát rosszul. És ezt a mostani munkatempóm, meg lelki, meg szellemi fáradtságom mellett nem tudnám húszikvel csinálni. És vannak, akik csinálják, tehát nem arról van szó, hogy akkor ez így abban maradt. Én a főiskolával hagytam ezt a végül is, hanem egész egyszerűen vannak, akiknek több idejük van ma saját magukra ebben a dologban. Miért döntött úgy végül Antos, hogy évekre az első próbálkozás után ismét felvételizik a színművészetére? Kinek az osztályába járt? Elmeséli, milyen emlékei vannak tanárairól. Akkor kinek az osztályába jártál a főiskolában, kikkel végeztél? A Messner János osztályában jártam, és Csizmadél Tiboréval.
Csizmadéla Tibor, ő az Egri Színház igazgatója, Metszeni János pedig a Budapest Báb Színházé és a Thália Színháznak a most nem volt művészeti vezetője. Ő egy remek ember. A mesterségről viszonylag keveset tanultunk tőle, de hihetetlenül sokat köszönhetek neki abból a szempontból, hogy ugyan nem mondta meg a világ legnagyobb színház igazságát nekem, őszintén mondom, de mindig lehetett rá számítani, és soha nem érezte azt az ember, ami szerintem nagyon fontos egy fiatal pályakezdő színész életében, hogy őt cserben fogja hagyni ez az ember. És mindig ott állt a hátunk mögött, és utólag is, gyanítom, ha most is felhívnám, hogy szükségem van a tanácsára, vagy akár a segítségére, akkor lehetne. És egy osztályfőnöknél az Akadó Színművészeti Egyetemen ez szerintem talán a legfontosabb. És persze voltak ott ittől, nagyon sokat lehetett tanulni. Tehát a Molnár Piroska volt a beszédtanárom, az Ács János volt az zenésmesterség. Tehát volt bőven, aki Ladány Endre volt a mozgás, és remekül kijöttünk egymásra. És miután rájött, hogy ebben mekkora komikus forrás van, mindig előreállított a csoportos mozgásoknál a táncvizsgákon, és ő maga is röhögött rajtam. És így az volt a vicc ebben az egészben, hogy én igyekeztem, tehát hogy én sosem akartam bohóckodni, hanem én a tudásom legjavát tettem oda a mozgásművészeti színpadra, és így volt nevetséges. Nem nagyon hiszem, hogy belőlem táncos lenne bármikor. Aztán persze a főiskola előtt még én az Atlantis színházzal, akkor így a Merlin színházban dolgoztam, aztán így dolgoztam a Vígben egy kicsit, vagy egy-két évet, Szkélében, és akkor így elindult ez a dolog, és akkor volt az nekem, az elég késő jött, tehát azt hiszem, amikor engem fölvettek, akkor voltam én 23-24 éves. És tehát későn, de nem 18. És akkor volt egy döntés, hogy én akkor már tulajdonképpen megértem ebből a dologból, tehát fent tudtam tartani magam a színházból. És viszont az volt a helyzet, hogy én vagy kis színházban, mint a Kolibri Színház, egy picike hely, játszom főszerepet, vagy egy nagy színházban, mint mondjuk a Víg, játszom epizódot. És én úgy éreztem, hogy ha nem nézem el az egyetemet, akkor ebből nem tudok kitörni. Nagyon sokat lehet tanulni a színművészeti egyetemen, de nem gondolom azt, hogy az az egyetlen is igaz út. Sőt, azt sem gondolom, hogy aki elvégzi ezt az intézményt, az bármivel többet tud erről a dologról, mint aki mondjuk nem adott esetben. De mégis... Hát, hogy nincs amatőr társadalatokban, de úgy... Igen. Aki mondjuk tehetséges. Csak még mindig azért van ennek egyfajta egzisztenciája, hogyha az ember... Meg hát ne felejtsük el, hogy 4 évig, ha valaki fiatal színészt akar látni, vagy esetleg a barátai kollégája elvileg vizsgára, 4 évig engem néznek, vagy minket néznek. Azért ez nagyon fontos dolog a későbbi karrierben. Úgyhogy ilyen szempontból az egy nagy döntés volt, mert akkor minden nulláról, tehát hogy akkor én már, nekem már volt egy ilyen nagyon picike bérelt lakásom, és volt valami életem, és akkor tulajdonképpen előről az egészet, és be a kollégiumba, és gyakorlatilag 4500 forintos ösztöndíjjal